Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, két részből áll. És itt is állt, meg ott is állt az idő folyó partján. És ő nem írta soha a nagy világ sorsát. Hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet kicsik és híres nagyok. Miközben a zenei életben újabb és újabb tehetségek jönnek és mennek, a zenekar, amiben játszik, idén nagykorúvá vált. 18 éves lett a Heaven Street 7, amiben a paksi Orbán Gyula püföli a dobokat. Albumok hosszú sora, időtlenné vált slágerek, hazai és nemzetközi elismerések vannak a hátuk mögött. A csapat stabil résztvevője a zenei palettának. Még a mai napig, tehát most az öt emberről beszélek, aki a zenekart alkotja, mai napig le tudunk ülni egy sör mellé, és tök jókat tudunk röhögni, meg beszélgetni, nem úgy, mint tényleg egy-két ilyen kollega, illetve más-más zenekarokra, most nem mondok neveket, akik tehát gyakorlatilag utálják egymást, és már igazán azon kívül, hogy együtt dolgoznak, nem nagyon van közös nevezőjük, úgy, tehát a magánéletben belül is. És nem tudom, szerintem mindannyian baromi szerencsések vagyunk, tehát az egész szakmában nekünk az, hogy mi annyira jó emberek vagyunk egyébként, néha már ciki egyébként, de hogy mi senkit nem szoktunk szídni, meg mindenféle ilyen kritikákat állítani. Velük baromi jó ki lehet jönni, és ezt mindenki így baromi ott lehet hülyéskedni velünk, és mindenki így könyvelte el minket, és akkor ebben mi is így beálltunk, hogy milyen jó dolgunk van végül is, hogy ilyen jó fejek vagyunk, de végül is az a lényeg az egésznek, hogy emberileg tök jó megtaláltuk egymást, és ennyi. Tehát tényleg ez a 18 év, ez rengeteg idő. Gyula 11 éves koráig még zenét sem hallgatott, aztán maga sem tudja, mi történt, de ütőket ragadott. Ahogy nyilatkozta egyszer, amíg újat tud nyújtani, elücsörög a dobok mögött. Ezt mai napig tartom egyébként, mert hát nekem nem kell ott szaltókat ugranom, meg tüzet hánynom igazán egy frontembernek a feladata, hanem teljesítem azokat a dolgokat, amiket én szeretek, és hogyha azt maximálisan tudom nyújtani, és azt úgy érzem, hogy tényleg odavaló azt, amit csinálok, addig. Tehát majd a koporsóban ledőlök, és akkor úgy kivisznek a színpadról. Persze ez csak egy ilyen nagyon sarkos megközelítés. Barom nagy szerencsénk van azzal, hogy olyan zeneszerzőnk van, illetve olyan csapatban dolgozom, mint az előbb már ezt így próbáltam ecsetelni, hogy iszonyatos tehetségek vannak. Nem magamról beszélek egyértelműen, hanem mondjuk a zeneszerző szövegéről, a Krisztiánról, hogy ő egy iszonyatos koponya, és neki nem gondolom megújulás, tehát az a lényeg, hogy alszik egy jó nagyot, és utána gyakorlatilag egy teljesen ellentétes dolgot próbál csinálni, ami persze mindig egy az ő általa persze a kisugárzása miatt egy teljesen új világ, egy új kihívás, és az mindig az embert úgy meghúzza, és ez tényleg így életben tartja. Pár éve szokatlan kísérletbe fogott a zenekar. Magyarországon elsőként tették lehetővé, hogy új albumukat egy hétig ingyenesen és legálisan letölthessék az internetről. 84 ezeren töltötték le egy hét leforgása alatt, ami szerintem egy baromi nagy szám, ahhoz képest, hogy manapság mondjuk egy aranylemez az 5000 példány, de tudjuk, hogy az emberek ma sem nem vesznek lemezt. Mondjuk Magyarország nagyon sok minden oka van ennek, hogy itt miért nem is szocializálódtak az emberek, hogy nem ezt lehet venni, mert annál olcsóbb nincs, ami ingyen van, egyértelmű, és ezt alá is írom egyébként. De viszont nagyon sok ember még úgy is feketén töltött el, mert érezték, hogy ebben valami nagy finli van, hogy itt ezt ingyen le lehet tölteni, és baromi sokan letöltötték akkor még feketén is a dolgokat, tehát ehhez képest. Hát ez egy próba volt, az, hogy megméressük magunkat, az, hogyha kijövünk egy bizonyos új anyaggal, ezt mennyi emberhez jut el, és mennyi ember tud erre reagálni. Tehát ez volt gyakorlatilag, illetve az a trend, ami az egész világon ez működött, hogy az emberek minél közvetlenebbül hozzáférhetőbbé tegyék azt az anyagot, tehát minél több helyre tudja jutni. A Heaven Street 7-nel élőben sokat találkozhatnak a rajongók, Pakson most évvégén, december 28-án a Café Bongóban. Mi egy folyamatosan koncertező zenekar vagyunk,
ami azt jelenti, hogy teheti szinten, hogyha úgy alakul, akkor valamikor 3-4 koncertünk is van. És az országban persze egyértelmű, hogy bárhol, illetve elég sokat játszunk külföldön is. És ebből igazán ez hogy mondjam, tehát ez adja népszerűségét a zenekarnak. Jó, hát vannak lemezeladásaink egyértelmű, meg most már pont a múltkor számoltam össze, nem is tudtam, hogy csak 11 lemezünk jelent meg, ami baromi sok, tehát így én is csak így csodálkoztam. És hát az a lényeg az egésznek, hogy mi egy élő koncertező zenekar vagyunk. Mindemellett dolgozik az atomerőműben, kiegyensúlyozott családi életet él, és mindez működik már hosszú évek óta. Nagyon sok kompromisszum van, ebben persze egyértelmű, de hát az kell egy tök jó fej családom, hogy legyen, akkor meg mindenhol tök jó fejnek kell lenni ez, hogy az embernek ezt tolerálják, ezt a hóbortját. De az a lényeg, hogy működik. Én abszolút szeretek itt lakni, tehát ezt mindenhol hangoztatom, és nagyon, nagyon kedvelt hely Paks egyébként a több más-más zenekarnak, tehát amikor itt játszanak Pakson, akkor nagyon gyakran az van, hogy hozzám beugranak, akkor azért ott elintézem az egész népet rendesen, szíves vendéglátással persze, és nagyon sokszor más-más zenekarokból is, tehát a baráti körömből nagyon szívesen tartózkodnak Pakson, mert ez tényleg egy ilyen tök nyugodt, egy nagyon klasszul élhető hely. Gyula 10 éves pesti fiúként Paksra kerülve, majd megőrült, mert az épp hogy elkészült lakótelepen és a Kockaköves főutcán nemigen tudta használni frissiben kapott gördeszkáját. Ma csendesen él Pakson, el nem költözne innét, és rögtön rávágja, hogy milyen hazaérkezni egy többnapos koncertkörút után. A legjobb egyébként. Hát jó, hogyha nem úgy jövök az, hogy hazaérek mondjuk reggel 17:30, és akkor 18:45 fölkelt a kisfiam. Tehát az úgy kicsit erős, de attól függetlenül a legnagyobb megnyugvás. Tehát nekem amúgy is ilyen elég ilyen pörgős életet élek, és tehát nekem ez teljesen egy ilyen gömb az egész. Tehát ezzel a kis darabjával, hogy hazajövök, és akkor ilyen tök nyugi van. Persze régen ettől megküldtem, de sajnos az ember nem lesz fiatalabb. Hol van az a crazy srác? Többek között ez a dal is felcsendült idén tavasszal a Művészetek palotájában, ahol a Heaven Street 7 dalok szimfonikus köntösben szólaltak meg a Magyar Rádió filharmonikusokkal közösen. Ez nem mindennapi élmény volt, de a jövő év is tartogat kihívásokat. Hát a zenekar szempontjából elég sok dolog van, ami esetleg kihívást jelent. Mondjuk nemrég volt egy pár éve egy európai turnénk, egy 10 országot érintő európai turnénk, amit szeretnénk megismételni most majd tavasszal, esetleg nyár elején, meg a fesztivál szezon előtt, ami egy ilyen emberpróbáló dolog lesz szintén, de egy újabb anyag is megjelenik. Hát dióhéjban ennyi, és készülünk majd a 20 éves koncertre, ami még mondjuk 2 év, de azért az bele is fog telni, hogy azt felszívjuk magunkat erre. Nem csak önnek a terveim vannak egyértelmű, persze, de azon kívül hogy minden ilyen klasszul működjön, ennyi. Ezen vagyok rajta, és hogy mindenki így álljon ez a dologhoz, hogy tudjam csinálni ezeket a dolgaimat. Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, két részből áll. És itt is állt, meg ott is állt, az idő folyó partján, és ő nem írta soha a nagy világ sorsát. Hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet kicsik, és hírhet.